Október 12-én eldölt, hogy mi lesz a kerület sorsa, legalábbis azon a szinten, hogy ki lesz a polgármestere, milyen képviselőtestület áll majd össze. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban az ugrói polgármesterét, Karácsony Ergeit. Jó napot kívánok! Hogyan értékeli a választást? Milyen eredmény született most? Hát nagyon boldog vagyok, hogy az uglóiak többsége nekem adott bizalmat. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki elment szavazni, azoknak is, akik adott esetben nem rám szavaztak, Nyilván külön köszönöm a bizalmat azoknak, akik mellettem döntöttek, de függetlenül attól, hogy szavaztak az emberek, és rám szavaztak -e, én mindenkit próbálok képviselni az uglói önkormányzat, éppen a fővárosi közgyűlésben, hiszen az új törvény szerint automatikusan a fővárosi közgyűlés tagja is az uglói polgármester. Azt gondolom, hogy ha valaki ránéz a térképre és megnézi, hogy milyen választás eredmény született, akkor különösen büszkék lehetünk erre az eredményre, hiszen Budapesten tulajdonképpen a Fidesz a legtöbb helyen megnyerte a választást. A baloldali pártok ott tudtak sikerre jutni, ahol már eddig is MSZP-s polgármester volt. Én még az egyetlen, aki, aki úgy lett megválasztott polgármester, hogy korábban nem volt vezetője annak a kerületnek. Ez egy nagy siker, és egy nagyon nagy felelősség is egyben. Egy nagyon kemény választási kampány után vagyunk. Azért azt is lássuk be, hogy itt azért súlyos vádak. Hangoztak el például az én személyemmel kapcsolatosan is, amelyeknek nem sok közök volt a valósághoz. Nyilván a mi kampányunk is talán keményebb volt annál, amit mondjuk én úgy magamtól tettem volna. Kicsit lehúzott minket ez a spirál, de én nagyon szeretném, hogy ennek vége lenne, és közösen mindenki, aki a választó bizalmából azt a megbizatást kapta, hogy Zugló érdekében tevékenykedjen. Függetlenül attól, hogy milyen párt színeiben jutott be a testületben, én mindenkivel megpróbálok szót érteni. Azért is, mert a választók bölcsessége azt az eredményt hozta, hogy nincs a kerületi közgyűlésben sem jobboldali, sem baloldali többség. Tehát mindenképpen úgy kell a helyi ügyeket vinnünk, hogy, hogy valamilyen fajta konszenzusra kell jutni. Nyilván a polgármester felelőssége az egy kiemelt felelősség, hogy a kerületben jól menjenek a dolgok, de hát persze mindannyiunknak megvan a felelőssége abban, hogy ebben a, ha úgy tetszik, politikai, értelemben, a padhelyzetben közösen tudjunk dőlőre jutni. Képviselőtestületnek az összetétele az végleges már, vagy még változhat, hiszen volt olyan szavazókör, ahol azt hiszem talán 7 szavazat döntött az egyik vagy a másik oldal javára. Igen, nagyon-nagyon szoros volt a küzdelem, és nagyon sok olyan egyéni választókerület van, ahol Kisebb volt a különbség a két jelölt között, mint például az érvénytelen szavazatok száma. Ezért azt gondolom, hogy egy kicsit várnunk kell még a végleges eredmény megállapításával, hiszen nyilvánvalóan lesznek jogorvoslati kérelmek. Mi, tehát az ellenzéki összefogás is azokban a közetekben, ahol szoros volt az eredmény, és, 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 végül is a jelenállás szerint nem így győztünk, mi beadványokkal készülünk. Felteszem ezt az ellenfelünk is megteszi teljes joggal, hiszen ezekben az ügyekben érdemes azért újra megnézni, hogy mi a valódi eredmény. Ezek általában nem szokták megváltoztatni az első körben Jegyzett eredményeket, de azért jobb, hogyha ezeket újra pontosan megnézzük, és akkor kialakul egy végeredmény. Ha a végeredmény az lesz, ami most, tehát ha valóban nincsen többség a bal oldalon, akkor mindenképpen áll az, amit mondtam. De ettől függetlenül is. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati ügyekben ö, sokkal könnyebb egyetérteni, mint az országos nagy politikában. Itt azért a nagy ideológiák azok, ö, persze mindenkinek megvan a maga meggyőződése, hiszen én is éppen arról beszéltem itt önöknél is legutóbb, hogy én miben hiszek és mit szeretnék zuglóban képviselni, de amikor arról van szó, hogy melyik játszóteret újítjuk fel elsőnek, vagy mire költjük az adófizetők pénzét, akkor talán tudunk politikai árkokon átlépve konszenzusra jutni. És hát az is nagyon fontos, hogy én azon is szeretnék változtatni, hogy a kerületi polgároknak nagyobb beleszólásuk legyen közvetlenül is az ügyekre. Ennek meg kell találni a maga csatornáit. Én azt szeretném, hogyha nem ilyen álkonzultációkkal, hanem valódi részvételi folyamatokkal tudnánk, ha úgy tetszik ezen a politikai padhelyzeten is úgy segíteni, hogy hogy bevonjuk az embereket közvetlenül, mondják el, hogy ők mit szeretnének, és akkor talán egy kicsit a, a, konszenzus, az együttműködés kultúráját tudjuk itt erősíteni. Én a magam részéről alkatilag is ilyen vagyok, Nyilván egy kampány az, 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 mindig harciasabb, mint maga az építkezés, de most az építkezési időszaka az elkövetkező évben, én mindenkire számítok zugló érdekében. Hogy gondolja, hogy fogja elkezdeni akkor most a munkát? Mik a kezdeti lépések? Mire számít, mint első teendők? Hát az első teendő az egy jókora politikai feladat, hogy megtaláljuk azt a konszenzust, amivel az új működési szabályzatát megalatjuk hogy az önkormányzatnak, hogy milyen bizottságok legyenek, hogy milyen egyéb pozíciók legyenek tanácsnoki, vagy éppen alpolgármesteri pozíciók. Itt nyilván kell egy politikai konszenzusra jutni. De azért nem szeretném, hogyha ez alapvetően az a szakmaiságot kiálló döntés lenne. Az biztos, hogy a jelenleginél több önkormányzati bizottságot szeretnénk. Az biztos, hogy és én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy például a közbeszerzésekkel kapcsolatosan legyen megint az önkormányzatnak átlátható módon működő bizottsága, az nem helyes, hogyha a polgármesterhez vannak vonva ezek a jogkörök. Éppen most olvastam az interneten, hogy én voltam az egyetlen megválasztott polgármester, aki korábban aláírta a Transparency International, az átlátszó és a Kámonitor három antikorrupciós civil szervezet kezdeményezését. Egy olyan kezdeményezést, ami az átláthatóságról és a korrupcionális küzdelemről szól, nyilván engem ez köt ez a vállalás. Ennek egy része például az, hogy hogyan fog működni az önkormányzat. Az önkormányzat működésének a nyilvánosságával kapcsolatosan sokkal tovább szeretnénk elmenni, mint az elmúlt időszakban. Hiszen a korrupció az egy-egy olyan dolog, ami ellen úgy kell küzdenünk, hogy nem elég az, hogy tisztességes emberek vannak megfelelő helyeken, hiszen a korrupció olyan mélyen be van ágyazva a magyar társadalomban, hogy hogy például ilyen, ilyen intézményi megoldásokkal lehet ezt visszanyesni. Ezek az egyeztetések. Ö, ö, bizonyos szempontból zajlanak, más szempontból meg ugye meg kell várnunk a végső eredményt. Annak nagyon örülök, hogy mind Rozgonyi Zoltán, mind Barta János az LMP mind Várnai László a civilizoglói előttje. Gratulált nekem, hosszasan beszéltem velük telefonon. És ez azt gondolom, hogy egy jó kezdet arra, hogy magunk mögött hagyjuk a kampányt, és belekezdjünk egy közös építkezésbe. Említette, hogy politikai konszenzusra kell jutniuk. Vannak ebben már konkrét tervei, esetleg olyanok, hogy kik lesznek az alpolgármesterek, mit szeretne ön elérni? Én azt szeretném elérni, hogy hogyha megfelelő emberek kerüljenek megfelelő feladatra, és ez egyúttal uh, úgy tudna megszületni, hogy uh, a pártok is úgy érzik, hogy tudják támogatni ezt a fajta megoldást. Én nagy híve vagyok annak, hogy, hogy akár ellenzéke, akár a többséghez tartozó, bár ebben az értelemben ugye a polgármester személye jelent többséget, hiszen a testületben éppen ugyanannyi képviselője van a baloldalnak, mint a Fidesznek, de hogy, hogy mindenki kaphasson feladatot bizonyos szakterületeken, amiről aztán számoljon be a testület előtt, tehát nem csak egyszerűen sarzsikat osztogatunk, hanem feladatokat, és szeretnék minden képviselővel egyenként elbeszélgetni arról, hogy ő maga milyen területen tudna többet hozzátenni a képviselői munkához, azon túl, hogy a testületben részvesz, vagy valamelyik bizottságban részvesz, de és szeretném, hogyha, hogyha mindenki hozzá tudná tenni a maga szakértelmi tudását a képviselő testület munkájához. Ehhez majd személyes konzultációkat is kell folytatni, és nyilván a pártok vezetőivel is lekerülni, ezeket átbeszélni. Én azt gondolom, hogy minden rosszban van valami jó. És az, hogy nincs egy egyértelmű többség a testületben, ezt próbáljuk a kerület javára változtatni. Én egyébként is nem vagyok híve az erő politizálásnak, nem gondolom az, hogy, hogy a, a, a attól erős valaki, hogy erőszakos szerintem, attól abban van az erőnk, hogyha szó tudunk érteni egymással de ahogy mondtam, minden rozban van valami jó, hogyha ez a helyzet alakult ki, akkor ebből hozzuk ki a legjobbat, és teremtsünk egy konszenzusos városvezetést. Ráfér erre az országra az, hogy egy kicsit ezt a politikai polgárháborút félretéve, közösen összefogva bizonyos előnyeit egymásnak elismerve tudjunk közösen dolgozni. Remélem, hogy ez sikerül. Tudom, mindenki azt mondja nekem, hogy ez milyen nehéz lesz, főleg egy ilyen kampány után. Én mégis mélyen hiszek abban, hogy ezt meg tudjuk oldani nem kormánypárti polgármesterként hogyan látja a zugló jövőjét, ez mennyiben lehet előny, hátrány, miként fogja ez befolyásolni a zuglónak az elkövetkezendő tévét? Hát nyilván ez nem csak rajta múlik, hanem azon is, hogy a kormánypártok hogyan viszonyulnak hozzánk, én azért azt mondom, hogy az elmúlt négy évben Zuglónak kevés haszna volt abból, hogy itt fideszes polgármester volt, vagy egy fideszes képviselő többség hiszen Zugló vagy az előző időszakban -e már kiadott EU-s fejlesztési forrásokból tudott felülni, vagy a saját erejéből. Viszont most újra megnyílnak az EU-s fejlesztési források, és maga a miniszterelnök beszélt arról, hogy a legjobb terveket, illetve Lázár János az EU fejlesztésekkel kapcsolatos, miniszter beszélt arról, hogy a legjobb pályázatokat fogják tudni támogatni. Tehát én azt gondolom, hogy ha jó ötleteink lesznek, és itt nem csak a politikusokra gondolok, hanem a helyi civil szervezetek, vállalkozások, ha jönnek jó ötletekkel, akkor tudunk olyan, olyan EU-s fejlesztési forrásokat lehívni majd, amelyek segítik a kerület fejlődését. A fővárosban pedig azt gondolom, hogy, hogy, ott is talán meg tudunk egyezni néhány fontos dologban. Van egy nagy vita közöttünk, ez a városnéget ügye, amiről azt gondolom egyébként, hogy, hogy az álláspontunk az, az nem fog megváltozni, mert én az alapvetően hibázottnak gondolom az, hogy egy ilyen típusú fejlesztés a város területén legyen, de ezzel együtt is más kérdéssel megpróbálunk egyet működni, és hát hogyha elállhatok egy kulisszatitkot, én még a választás előtt megtettem azokat a lépéseket, már a választás előtt bejelentkeztem több kormányzati tisztviselőhöz, felvette velük a kapcsolatot, hogy pozuló hogy polgármestereként tudjak velük tárgyalni, és azt kell mondjam, hogy mindenhol kicsit meglepetten a nagyon pozitívan fogadtak. Uh -huh. és az, hogy én országos politikus vagyok, vagy hát az előző ciklusban parlamenti képviselő voltam, annak van egy olyan pozitív hozadéka, hogy én elég jó személyes viszonyban vagyok. Gyakorlatilag mindenkivel, akivel nekem az elkövetkező évben tárgyalnom kell ezt a jó személyes viszonyt, ami egyébként kormánypárti politikusokra is vonatkozik, ezt szeretném kamatoztatni zugló érdekében. Említette a Városligetet a választási ígéretek közül, hogy mit szeretnek képviselni. Több ilyen ígéret is volt. Ezek közül, hogy látja, hogy ebben a összetételű önkormányzatban mit tud valóra váltani, minek van ténylegesen a realitása. Én azt gondolom, hogy, hogy a, fontos ígéreteink közül ö, ö, mind olyan, amit, amit meg tudom majd valósítani. Nem hiszem, hogy a képviselőtestület keretbe fog annak feküdni, hogy a kommunális adót visszafizessük, visszaadjuk az embereknek. Azért uh -huh. mondom azt, hogy visszaadjuk, mert adó, az adót ugye visszaadni nem lehet, de valamilyen módon ezt visszajutassuk, hiszen maga Ez... a Fidesz is gyakorlatilag a választási kampány vége felé már úgy csinált, mintha visszaadnák a kommunális uh -huh. adót. Az, hogy folytassuk a panelházak felújítását, vagy az egyéb rossz energiahatékonyságú házak, társaságok felújítását, hogyha ennek meg lesz a forrása, biztos vagyok benne, hogy ez minden képviselő támogatását megérdemli. Említett, hogy ha meg lesz a forrás ezeknek, nem tudom, hogy mekkora összegek. Mekkora hányad ez zugló költségvetésének, Tehát, hogy ez a része mennyire biztosított? Hogy hát nézd nyilván meg tudják ez a nagy kérdés, ez a nagy kérdés. Mindenképpen azt gondolom, hogy a felelősebb gazdálkodással meg tudunk spórolni sok mindent. Tehát biztosan nem fog zugló 200 millió forintot költeni például a saját médiájára. Mert azt gondolom, hogy ezt kevesebben is meg lehet színvonosan csinálni. Nagyon, nagyon, sok tartalék van szerintem abban, hogy felelősebben gazdálkodjunk, és ilyen szempontból muszáj egyes kritikával illetnem az elő időszak, előző időszakot, mert a közbeszerzések zuglóban nem mentek rendben. Rendszeresen ugyanazok a cégek nyertek szerintem túlározott közbeszerzéseken. És vannak egyéb bevételi források, amik, amiket amik azt gondolom, hogy növelhetik a kerületi büdzséjét. És ami nagyon fontos, hogy és ez nem csak egy kampány szlogán volt a részünkről, de, de az úlóban, amik történtek az elmúlt időszakban, azok a fejlesztések, ezek, ezek látszat dolgok voltak azt a több száz millió forintot, amiben belekerült a Bosnyák térnek a felújításra, azt, oda, azt, azt is odaadtuk volna már most is ház felújításra. Szerintem többet hozott volna a kontyára a Fidesznek is, de hát ez legyen az ő bajuk, hogy remélem hogy ebből tanulnak. Olyan dolgokat kell csinálni, ami az embereknek valódi segítséget jelent. És lehet, hogyha kevés pénz van, de ha azt jól helyre tesszük, akkor azt gondolom, hogy az, hogy az mégiscsak az emberek úgy érezhetik, hogy foglalkoznak velük. Nyilván Zugló egy nagy kerület, jelentős ingatlan vagyonnal, jelentős fejlesztési lehetőségekkel, ugyanakkor szigorú gazdálkodásra van szükség, és nyilván nagyon óvatosan kell majd bánnunk azzal, hogy pontosan tudnunk kell, hogy milyen fejlesztéseket tudunk elindítani. Ebben is konszenzusra kell majd tudnunk jutni, de én ezt azt gondolom, hogy ebben sem lesz a vita közöttünk. Azért az elmúlt időszakban az nagyon sok olyan ígéret volt már a levegőben, ahol, ahol kormánypárti ellenzéki pártok jobbra balra ugyanazt ígértük. Mindenki azt mondta, hogy a Bosnyák télen lesz igazi városközpont, mindenki arról beszélt, hogy szociális bérlakásokat kell fejleszteni. Itt az ideje végre, ne csak beszéljünk róla, meg is csináljuk, ennek az időszaka fog eljönni az elkövetkező évben. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.